Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! A mai weekendben fogunk többek között palacsintát kóstolni, de ez csak a műsor végén. Kezdjük az adást egy a Capella koncerttel, igazi zenei csemegének adott otthont a Bencs Villa, a közönség a hattagú a Capella Art ének együttes koncertjét hallhatta. Az a Capella Art ének együttes 2013 májusában alakult. Ez igazából úgy alakult, hogy mi, akik a tagjai vagyunk, mindannyian a Kodály Zoltán Általános Iskolába jártunk, és ennek következtében mindannyian kórusokban énekeltünk. Tehát ismertük egymást már régebről, illetve különböző formációkban már énekeltünk együtt, ketten-hárman. És akkor 2013-ban jött egy ilyen ötlet, hogy akkor így egy kicsit egyesítenénk erőinket, és összeállnánk egy ilyen hattagú fiúkamara kórussá. Mennyire a foglalkozásuk a zene? Igazából az egyik tagunk, ő énekzenekarvezetést végzett, tehát neki úgymond hivatása is az ének és a zene, de igazából mindannyian más területről érkezünk, ezért inkább ez elsősorban hobbiként működik nálunk, nem főállású hivatásként. Hogyan állítják össze a repertoárt? Mennyire gazdag a zeneirodalom ebben a műfajban? A zeneirodalom meglehetősen gazdag az a cappella, ugye a hangszeres kíséret nélküli műveket tekintve. Az egyik legnagyobb tárházzal talán a reneszánsz muzsika rendelkezik. A romantikus kor az egy speciálisabb kor, hiszen ott inkább a nagy zenekarokra, nagy kórusokra írtak műveket, de azért onnan is van lehetőségünk meríteni. Illetve hát a modern korban ugye a kórus muzsika, főleg Magyarországon, ugye Kodály örökén kiváló kórus muzsika épült fel, és ezért így a 20. századból is tudunk meríteni. Milyen gyakran van alkalmuk koncertezni, és merre felé jártak már? Mindig úgy alakul, hogy mikor hova hívnak meg bennünket. Szerencsére már volt lehetőségünk külföldön is koncertezni, illetve a közeljövőben szintén fogunk menni külföldre, Ukrajnába. Általában a jellemző az, hogy itt Magyarországon, Nyíregyházán is környékén, de volt már Budapesten is koncertünk, tehát itt a belföldön több koncertünk van. Hasonló együttesek, énekegyüttesek Magyarországon, vagy akár Európában is, mint az önöké? Ez a fajta
mondjuk 6 férfiból álló férfi kamarakórus. Én úgy tudom, hogy nem példa nélküli, de kevésbé elterjedt. Ugye, hát az egyik leghíresebb képviselőjük a Egyesült Királyságban a King Singers, ugye mi is egyfajta példaképünknek tekintjük őket. Természetesen vannak még Európában más ilyen együttesek, de kevésbé jellemző az, hogy csak férfiakból áll. Esetleg jellemző az, hogy önök is átdolgoznak erre a műfajra zeneszámokat? Igen, tulajdonképpen valahol óhatatlan. Azt hiszem, hogy a közönség ma már egy kicsit igényli azt, hogy persze megmutatjuk azt, hogy milyen az, amikor olyan igazán komoly zenét adunk elő, de természetesen nagyon szeretik azt, amikor valami fajta könnyedebb műfajba váltunk át, és ahhoz szükség van arra, hogy bizonyos zeneszámokat átírjunk énekhangokra. Ezt van, amikor barátaink, ismerőseink teszik meg, vagy már megtették mások, de olyan is van, amikor például mi magunk vesszük a bátorságot, és egy-egy művet átültetünk énekhangokra. Versenyeken mennyire jellemző, hogy részt vesznek? Éppen most lesz egy megmérettetésünk áprilisban, a szlovéniai Mariborban, ami a egyik legnagyobb európai kórusverseny sorozatnak a színhelye. Oda nagyon nagy elánnal készülünk, nagyon szeretnénk megmutatni magunkat, reméljük, hogy jól is fog sikerülni. Második alkalommal szervez engedelmes munkakutya versenyt a Nyíregyházi Mentőkutyás Egyesület március 16-án. Vendégünk Darcy és gazdája Márton Nóra. Sziasztok! Sziasztok. Darcy, nem tudom, hogy melege van, vagy már unja a banánt, mert úgy látom, egy óriási ásítással kezdi ezt az interjút. Volt már televízióban, Darcy, nem, korábban? Még nem volt televízióban, de ilyenkor csak egy kicsit izgul ő is, és ezért. Igen, ez egyébként embereknél is előfordul, hogy amikor izgatottak, akkor ásítozni kezdenek. Nóri, mielőtt egy picit Darcyról, illetve az ő karrieréről beszélnénk, beszélgessünk akkor erről a bizonyos rendezvényről, amelyet Butyka telepen rendeztek, és már második alkalommal. Mit kell tudni erről a rendezvényről? Kiket vártok, mi minden lesz? Hát az ország minden tájáról várunk olyan munkakutyásokat, akik szeretnék megmutatni, hogy a kutyájuk mire képes. Ide több kategóriában is jöhetnek. Van hobbi kategória az egészen kezdőknek, van BH1, BH2 és BH3 kategória a vizsgaszabályzat szerint, illetve IGP1, IGP2 és IGP3. Ezek már komolyabb számok, ezeknek csak a B ágazata lesz megrendezve, és ez is a vizsgaszabályzat szerint. Hát ezt ugye mi laikusok nem nagyon tudjuk meg a nézők se, hogy mit jelentenek ezek a kicsit titkos kódra emlékeztető számok, illetve betűkombinációk. Úgy nagyjából mit jelent ez? Gondolom, hogy egyre komolyabb kategóriákról van szó. Igen, hát a hobbi az lényegében ugyanaz, mint a BH1, csak ott a kutya nem lesz lecsatolva a pórázról, hanem pórázon kell lesz olyan feladatokat végrehajtani, mint például, hogy ül, helyben maradás, fekszik, és láb mellett követés, tehát, hogy ne húzza a pórázt, és figyeljen a gazdájára. A BH1 is ugyanez, csak itt már lesz póráz nélküli rész, ahol a kutyának úgy kell szabadon követnie, hogy nem lesz rajta póráz. Te mióta foglalkozol kutyusokkal? Most nem kérdezem meg, ugye egy hölgytől nem szokták megkérdezni, hogy hány éves, de borzalmasan fiatal vagy, és úgy láttam, hogy nagyon profi, legalábbis ami a munkakutyákat, illetve a szabályzatokat illeti. Hogy kezdtette ezt a kutyázást? Hát volt egy idősebb kutyám már vele, úgy később kezdtem el ilyen téren foglalkozni, meg nem is jártunk kutyaiskolába, csak
észrevettük, hogy ő nagyon ügyesen csinálja a feladatokat, és ő egy törpesnózer fajtájú kutya volt. Aztán úgy döntöttem, hogy ballagásomra egy másik kutyát kérek. Ez óvis vagy nyolcadikos ballagás volt? Nyolcadikos ballagás, és így került hozzánk Darcy, aki pedig egy középsnózerkam. És vele kezdtem el úgy komolyabban foglalkozni, amikor ő 6 hónapos volt, elkezdtünk kutyaiskolába járni, akkor láttuk, hogy nagyon-nagyon ügyes ebben a műfajban. Elmentünk az első versenyünkre, ami ez az első nyírségengedelmességi kupa volt, és ott is elég szépen produkált, úgyhogy utána elkezdtünk a Nyíregyházi Mentőkutyás Egyesülethez járni kutyaiskolába, és egyre többet fejlődött, úgyhogy... Akkor most már szinte profi, mondhatjuk azt? Nem, még azért van. Van még mit tanulni? Igen. Mutatsz valamit egyébként, hogy mi mindent tud már Darcy? Mert most szegény nehogy elaludjon itt izgalmában, már nagyon ásítozik. Persze. Gyere, Darcy, hopp! Hát tud ülni. Hát már benyúlsz a zsebedbe, már leül. Nyilván gyere. Van ott valami finomság számára. Igen, láb mellé is tud igazodni. Lábhoz. Ez a kedvence. Fekszik. Feküdj. Darcy? Fekszik. Igen, hát kicsit makacskodni is tud. Hát meg kicsit közel van a kezed, és azon, annak szerintem olyan jó kis kutya jutalomfalat illata van, ami egy kicsit megborzolja a kedvét. Hát meg ő elég makacs egy kutya. Ül. És a kedvence, amit egyébként nem szoktunk annyira munkakutyázásban használni, pacsit adni imád. Pacsit! Igen, ezt nagyon másik. Szépen csinálja. Jó. Gyakorlatilag köszönjük szépen, Darcy, szuper volt, adhatsz neki még egy kis jutalomfalatot, ha még van. Gyakorlatilag őt mondjuk ezzel a tudással már valóban lehetne dolgoztatni? Tehát mondjuk bármilyen szolgálati kutyus is lehetne belőle? Hát nem, azért ő még nagyon kis pályás ebben a dologban, még nagyon sok mindenben tudna fejlődni, mert eléggé kis akaratos, és nem mindig hajlandó megcsinálni, amit kerül tőle, azt be is mutatta. Na hát próbára teszi, gondolom, a te pedagógiai érzékedet is, meg a türelmedet is. Ezen a bizonyos engedelmességi versenyen viszont lesznek már akkor vérprofik is. Gondolom, bizony, hogy olyan kutyák, akik akár mondjuk rendőrségen dolgoznak, vagy valamilyen szervnél teljesítenek szolgálatot. Ezt imádják a gyerekek nézni általában ezeket a versenyeket. Nyitott ez a verseny? Bárki mehet Bugykatelepre? Persze, mindenkit szívesen várunk, és a gyerekeknek is lesznek programok. Lesz rajzverseny például, amin ajándékcsomagot nyerhetnek. Ennek is kutyás lesz a témája természetesen, ott helyben kell lesz rajzolni, illetve lesz nekik játszótér, meg filmvetítés is. Március 16-án hová menjenek a nézők? Hol lesz a rendezvény és hány órakor? Bugykán lesz a Benkő István utca 1 szám, a művelődési ház udvarában lesz. Ez március 16-án lesz ugye megrendezve, és egész reggeltől várjuk a... Addig, ameddig a kutyusok bírják a képzést. Köszönjük szépen, nagyon örülünk, hogy itt voltatok, Darcy. Remélem, hogy ez szép emlék életed első interjúja, majd visszanézheted magad a tévében. Köszönjük még egyszer. Köszönjük. Kedves nézők, mi pedig egy különleges kiállítással folytatjuk, amely a Móri Zsigmond megyei városi könyvtárban nyílt, Révész Géza fotókon, Bodnár Zoltán pedig festményeken mutatja be a lengyel-magyar barátságot, a történelmi kapcsolatot és a két nemzet közötti hasonlóságot. A tárlat 3 hétig látható. Nagyon különleges festményeket hoztál ma. Mit lehet ezekről tudni? Mitől különlegesek ezek? Igazság szerint attól tartom különlegesnek, hogy az én történetem egy olyan 6 évvel ezelőtt kezdődött, mint festőművész, grafikus, mint festőművész. Egy sétámon, egy sóstói úti erdői, hát pontosabban az erdőben sétáltam, leültem egy padra, és elkezdtem meditálni. És egy isteni elhívásra történt ez az egész festészet, rajzolás. Nem akarok ebben nagyon belemenni, mert már sok
helyen már ezt elmondtam, ezt a történetet, nem nagyon szeretnék vele senkit sem mondani, de az a lényeg, hogy egy ilyen mélyebb meditáció közepette jöttem rá, hogy nekem mi az elhívásom. Azért gondolom, hogy ettől lehet különleges, mint ahogy te is említetted. Inkább ebben látom a különlegességét, isteni elhívásot. Mit ábrázolnak ezek a képek? Mindenféleképpen próbálom a filozófiát belecsempézni a műveimbe. Nagyon-nagyon szeretek játszani a fényekkel, illetve az árnyékokkal. Egy kicsit én magamat olyan bipoláris személyiségnek tartom, ezt próbálom a műveimbe is belevinni. Azt gondolom egyébként, hogy az egész világ univerzum, amiben élünk, illetve az emberek is mindezt a bipolaritást képviseljük. Ezt próbálom megmutatni a munkáimban is. Látunk itt olyan festményeket is, amik nem egy vászonra születtek meg, hanem többre, ami most egyébként nagyon divatos, ugye lakberendezős újságokban is ilyeneket látunk. Ez nehezíti vagy könnyíti a te munkádat? Az én munkámat egy picit azért nehezíti, ilyenkor most, amit látok, hogy ugye, hogy fel vannak akaszgatva, inkább ilyenkor egy picit nehezebb úgy elhelyezni egymás mellett, ugye, hogy ne legyen egyik se lent, illetve fent. Egymás mellé az elhelyezés nagyon nehéz. Személy szerint én jobban szeretek olyan felületekre dolgozni, amik egybe vannak. De igen, ahogy te is mondtad, divat, én úgy gondolom, hogy ez a divat egy olyan 5-10 éven belül, azt gondolom, hogy ez úgy lecseng majd, visszatérnek majd az eredeti méretek, az eredeti formák. Most egyelőre most kiszolgáljuk ezt a réteget is, aki ezt szereti, ezt a divatot. Nagyon különlegesek a fotók, amiket láthatunk itt a kiállításon. Miből ered az, hogy nagyon sokféle témát feldolgoz? Ennek a megnyitónak az a célja, hogy egy magyar-lengyel barátság építés elinduljon ebben a körben, aminek egyfajta művészi megjelenítését láthatjuk ma. És látszik a fotókon, hogy nem csak lengyel megközelítés van, próbáltam azért Zakopán, Krakkó, tehát próbálom megmutatni ugye a lengyel valóságot. Egyrészt gyönyörű. Másrészt, hogyha a cél az, hogy a magyar-lengyel barátságot erősítve be tudjunk mutatni néhány képet, akkor természetesen ez lesz a döntő. Egy kicsi, a harmadik paravánon látható képek, az meg egy saját kicsit művészetemet próbálom bemutatni, ami már témában ugyan eltér, de egy kicsit megmutat engem. Nagyon sokat emlegetjük a lengyel-magyar barátságot és kapcsolatot fotós szemmel. Mi a hasonlóság a két nemzet között? Érdekes, én igazából nem látok túl sok hasonlóságot a külsőségekben. Tehát tudjuk, hogy a lengyelek azért egy ilyen szláv tömbhöz vannak közel, és ez szerintem az építészetben, kultúrában is érződik, míg ugye a magyarok egy teljesen más vonulatot mutatnak. De az a fajta tényleg ezer éves barátság, ami kialakult történelmileg, ez egyszerűen csak közel hoz minket egymáshoz. Ha kint van az ember Lengyelországban, akkor ugyanúgy tátott szájjal néz szét, mintha akár Budapesten sétálnánk egyet. A hasonlóság nem ebben van, hanem inkább a lélekben, a két nép közti valóban ezer éves barátság kapcsán kialakult. Hát majdnem merem azt mondani, hogy testvériségben. Mit gondol, mi a legfontosabb Lengyelországból és Magyarországból, amit érdemes megmutatni fotókon? Ha a fotókra szorítom, akkor megint csak nagyon nehéz, mert hogyha csak Magyarországot nézem, Tiszatáj, a főváros, Balaton, de akár lehet a Duna vonala végig, csodálatos helyeink vannak. Na de ez igaz Lengyelországra is. Mondjuk tudjuk Varsóról, hogy a II. Világháborúban súlyos károkat szenvedtek, tehát ott egy újjáépített Varsót lát az ember, bár azért őrzik, ugye nyilván az óvárosban megőrizték, de valóban az igazi régi ősi fővárosok, ugye Krakkó egy csoda. Egyszerűen tátott szájjal néz az ember, és azt se tudja, hogy igazából mit is fotózom, mert annyi téma hever az utcán. Csodás, csodás. Ha
hagyományteremtő szándékkal idén második alkalommal szervezik meg a Kárpát-medence táncaira épülő szóló táncversenyt. Erről beszélgetünk vendégeinkkel, Andóné Kujbus Nórával és Bujáki Anettel. Sziasztok! Hát a tavasz gyönyörű színében pompáztok, és tulajdonképpen valamelyest akár azt is szimbolizálja a mostani dresszkódotok, hogy már szárba szökkent, ugye szinte már szárba szökkent ez a verseny. És hát nagyon szépen virágzott is 2 évvel ezelőtt, úgyhogy méltó folytatását szervezitek. Úgy láttam, hogy február 25-e volt talán a jelentkezés határideje, igen, jól láttam? Lezárult a jelentkezési határidő, még volt, aki évfél körül föladta a jelentkezését, erre szoktunk számítani. Így az utolsó jelentkezéseket, ahogy így összenéztük, 117 produkció lesz a színpadon. Ugyan lesz, akik 2 fognak táncolni, mert a férfi embereknek többet kell teljesíteni, tehát ők 2 tánccal fognak fellépni. Egy felső tiszavidéki tánccal, ugye nekünk ez a szívünk csücske, hiszen itt élünk. Ez a kötelező elem? Igen, ez a kötelező elem, és a másik elem pedig szabadon választhatja a Kárpát-medencéből a táncát. Nagyon szerettük volna, hogyha a kedvenc táncaik valahogy belekeverednek ebbe a szórásba, és nem szerettük volna kihagyni a nagyecsedi roma táncokat sem, hiszen a nagyecsedi cigány és magyar hagyományok bekerültek a világkulturális örökségébe együtt, és szeretnénk ennek teret adni itt is. És jó kezdeményezés volt, mert már jött jelentkezés. Ugye mi lehet, hogy nagyon szeretnénk, hogyha egész Kárpát-medencét kitölteni az ország, illetve a magyarság táncai, de hát azért ide különböző népek táncai is illeszkednek. Ez a versenyre való jelentkezésben is megmutatkozott? Tehát jönnek esetleg a határon túlról is? Igen, és nagyon örülünk neki, határon túli magyar csapatok érkeznek szólistákkal. Mi nagyon örülünk, hogy Kárpátaljáról érkeznek a Kokas család táncosai. Nem titkolt szándékunk, hogy a határon túli magyar együtteseknek a munkáját szemmel kísérjük, inkább ezt mondanám, hiszen kimegyünk, ők érkeznek hozzánk, és nagyon nagy öröm volt, hogy ők is megmutatják, hogy mit tudnak. Anett, reméljük, hogy téged nem kell bemutatni, egy egész ország és egész Nyíregyháza szorított nektek, ugye a felszállott apáva versenyén. Mondjuk neked személy szerint a Kárpát-medencei táncokkal kapcsolatban milyen emlékeid vannak, vagy mik voltak a legkülönlegesebb fellépéseid? Igazából említhetném a 2 évvel ezelőtti Kárpát-medencében élek nevezetű ugye versenyt. Igazából hozzám ugye nyilván Szatmár áll közel, a nagyecsedi táncok, és 2 évvel ezelőtt mi a Patrikkal elindultunk, és hál' Istennek jó sikereink voltak ebben a versenyben, és akkor gondolkoztunk el azon, hogy Andóné Kujbus Nórával, második édesanyukánkkal, így is fogalmazhatunk, még így kísérte a mi kis pályafutásunkat, hogy a felszállt apávába fel kellene adni a jelentkezést. Úgyhogy igazából mi ennek a versenynek is köszönhetjük azt, hogy mi elindultunk a felszállt apávába. És mi már most úgymond a megnyitóban fogunk szerepelni. Most nem fogunk indulni a Patrikkal, most már csak tanítványokat viszünk. Úgy gondoltuk, hogy most nekünk ez éppen elegendő. Úgyhogy hány évesek a tanítványaitok? Patrikkal külön dolgozunk, én nagyecseden dolgozom az egyik kollégámmal, Patrik pedig megint egy másik telephelyen dolgozik, de általános iskolás gyerekekről beszélünk, alsó tagozatos gyerekekről, igen, főleg. De Patriknak vannak felső tagozatos gyerekei is, és középiskolás gyerekei is, akiket indítani fog majd a versenyen. Gondolom, Nóra, számodra azért hatalmas öröm, amikor ilyen eredményeket érnek el, mint amilyet Anették, de azért a legelső szempont biztos az, hogy megszeressék a táncot a gyerekek, és valahogy az életüknek a része legyen, és bármilyen rendezvényen, ha megszólal mondjuk a népzene, akkor akár táncolni is tudjanak rá. Itt kifejezetten ezen a versenyen mi volt a motivációja egyáltalán, hogy megszerveztétek? Szerintem, és ez változott-e mondjuk a 2 évvel korábbihoz képest? Szerintem megtaláltad a lényegét, hogy miért is szerveztük ezt a versenyt. Nagyon sok verseny van, nagyon sok néptáncos fesztivál van,
jön a zsűri, elmondja a véleményét, kedvesebben, kevésbé kedvesen, különböző hatásokat érnek el a versenyzőknél, de mi kifejezetten azt szeretnénk, hogy ez egy olyan verseny legyen, hogy mondja el a zsűri, és tanuljon belőle a táncos, de úgy, hogy magáénak érezze azt a véleményt. Tehát egy nagyon barátságos hangulatot szeretnénk kialakítani egy baráti társasággal, hiszen mi egy nagy család vagyunk a néptáncosok, mindegy, hogy hagyományőrző, vagy profitáncos, vagy félprofitáncos, vagy egy akármilyen iskolai együttesben táncoló gyerekről van szó. Gondolom, hogy ilyenkor rengeteg szülő, nagyszülő, rokonok, barátok, lehet még jegyet kapni, vagy egyáltalán még azt sem mondtuk, hogy hol lesz és mikor lesz ez a... Az Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban lesz március 9-én, 10 órától kezdődik hivatalosan a verseny. A belépés díjtalan, és mindenkit nagy szeretettel várunk, és kivetítőkkel készülünk a termekben, nagy segítséget kapunk az intézménytől, a gimitől, hiszen a technikai feltételeket ilyen szinten biztosítják. A talp alá valót a bürkőzenekar fogja szolgáltatni, hiszen évek óta visszatérő zenekarunk, és nagyon-nagyon szeretjük, amikor ott vannak a versenyeinken. Hát azt hiszem, hogy egy nagyon szép nőnapi ajándékcsokor lesz, úgyhogy akár azokat is várjátok szeretettel, akik esetleg most gondolkodnak abban, hogy mondjuk az unokájukat vagy egy gyermeküket majd elindítják, akár egy ilyen fantasztikus karrier felé, mint amit ti betáncoltatok. Hát köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk a rendezvényhez. Nagyon szépen köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Kedves nézőink, mi pedig hamarosan folytatjuk a weekend második részével, fitness világbajnoksággal és isteni finom palacsintákkal. Maradjanak velünk!